Több mint 15-en vettek részt Pálházán abban a szemétszedési akcióban, amelyet Sertrőjűhely város önkormányzata kezdeményezett. A cél, hogy akik jelentkeztek egy bizonyos szakaszt bejárva, összeszedjék az elhagyott, eldobott szemetet. Az összegyűjtött szemetet egy helyre gyűjtötte a város, és gondoskodott annak elszállításáról. Pálháza város önkormányzata is örömmel fogadta ezt a nagyszerű kezdeményezést, amelyet Sátoraljóhely város önkormányzata kezdeményezett, valamint a Tokaj borfejlesztési tanács. Ez számunkra is nagyon fontos civil kezdeményezés, illetve önkormányzati kezdeményezés, hiszen mindannyiunknak közös érdeke, hogy a környezetünk mindig tiszta és rendezett legyen. Évente több ezren érkeznek Pálházára kirándulás céljából, többen is ezért tartották fontosnak azt, hogy csatlakozzanak a szemétszedési akcióba. Turisztikai központ is vagyunk. Egyre nagyobb számba látogatnak el térségünkbe turisták, több százezer emberről beszélünk éves szinten, és ezért is fontos, hogy tiszta legyen a településünk, rendezett legyen, és nem csak a településünk, hanem a tágabb környezetünk is, ideértve a turista útvonalakat, erdei tanösvényeket és egyéb ilyen turisták által közkedvelt helyszíneket, ahol tudnak túrázni, pihenni, esetlegesen egy szalonát sütni. A Huták virágai népdalkör számára ez egy jó lehetőség volt arra, hogy találkozzanak és csapatépítő jelleggel induljanak szemetet szedni. Azért, hogy a városunk szebb, tisztább legyen. Higiénia szempontjából azért elég sok szemét van. Én nem mondom azt, hogy a látható helyeken, de kisebb zegzugakban, hová a szél is odafújja a szemetet, ami nem is látszik annyira, mert elég tisztának és szépnek látszik a városunk, én úgy gondolom. De mivel van ez a program, van ez a lehetőség, akkor igyekszünk mi is ebbe részt venni. Én nagyon örülök neki, hogy van ilyen. Szerintem lehetne gyakrabban is, negyed évente legalább. Nyáron, amikor ugye turisták is többen vannak, gondolom én, hogy még annyira az éven külföldre nem sokan fognak menni. A hegyköz nagyon szép, kirándulás szempontjából vannak itt gyönyörű szép látványosságok. A környékünkön ugye a Fűzéri Vár, vagy a Kőkapui Kastély, Fűzéradványi Kastély, ami most került felújításra, nem tudom ugyan, hogy látogatható-e már, de a park az gyönyörű, úgyhogy meg Pálházán is, hát azért Pálháza is, szép városunk, büszkék lehetünk rá, én úgy gondolom. A szemétszedési akció résztvevők több zsák szemetet szedtek össze a városon belül és a turista utak mentén. Ezzel sikeresen zárult a kezdeményezés.